Az utolsó 50 nyertes alapítvány egyesület képviselőjével is szerződést kötött ma délben a polgármesteri hivatal, így idénre lezárult a szerződéskötési folyamat. A hivatal 4 rendben találkozott az elmúlt hetek folyamán a nyertesekkel, akik összesen 1,6 millió lejt költhetnek el az önkormányzattal karöltve különböző a székelyudvarhelyi közösség javát szolgáló eseményekre, rendezvényekre. A város több mint 223 szerződést írt alá a civil szervezeteivel, akikkel közösen képzeltünk el különböző programokat, kezdve környezetvédelmi, kulturálistól, a fogyatékkal élő személyek megsegítésére. Tehát nagyon változatos és sokszínű programcsomagot jelent. Egybe pedig egy elég nagy pénzösszeget is, 1,6 millió lejt költünk arra, hogy szebbé, színesebbé, telibbnek tűnjenek azok a rendezvények, amelyeket elképzeltünk. Jó hasznuk lesz ezeknek a támogatásoknak, emelte ki Bunta Levente polgármester a Szent István teremben tartott ünnepélyes szerződéskötésen. Éppen ezért jövőre is adott lesz a lehetőség arra, hogy pályázhassanak az érdeklődők. Jövőre ugyancsak, ha bár az elképzeléseink azok gyarapodnak, pénz valószínű, hogy kevesebb lesz, hisz szeretnénk, hogyha olcsóbb lenne a távfűtés, szeretnénk azt, hogyha kapnánk egy helyet a felsőfokú egyetemi oktatásnak, ez mind pénzbe is megerőltetés jelent, de annyira jók ezek a programok, hogy próbáljuk biztosítani a jövő év szintjén is. Tehát az ígéret az, ha jól szervezik ezeket a programokat, eredményesek a munkák, hogyha megvan az, hogy elégtétel nem csak a szervezők részéről, hanem a résztvevők részéről is, akkor mindenki folytatjuk. Idén a sport területén külön támogatták a versenysportot és a tömegsportot ösztönző, illetve az egészséges életmód tudatosítását szolgáló tevékenységeket. E kettőre a legnagyobb tételt, azaz összesen több mint 1 millió lejt különített el a polgármesteri hivatal. Környezetvédelmi és fejlesztési tevékenységekre is lehetett pénzt kérni, itt a 2013-as évre előirányzott keretösszeg 50 ezer lej volt. Ifjúsági és nevelési tevékenységek támogatására 150 ezer lejt szánt idén a város, kulturális programokra, rendezvényekre pedig 200 ezer lejt. Szociális jellegű tevékenységek finanszírozására is lehetett pályázni, erre a célra 100 ezer lejtett félre a város.